50 éve annak, hogy napjaink kultúrája, amelyet a tömegmédia közvetít, elárasztotta hétköznapjainkat. A pop-rock zene, a nyilvános sajtó, az FM rádió, a mozi, a tévé, az internet mind a kultúrát közvetítik és teszik elérhetővé. Mivel könnyen érthető, hatással van életvitelünkre és gondolkodásunkra. Manapság ez a terület, mint evangelizációs hely, kihívás elé állítja az egyházat. Nagyon sok lelkipásztor, pap és keresztény újságíró keresi a lehetőségét annak, hogy kapcsolódási pontot keressen ezzel a kultúrával, és megújítsa az evangélium hirdetésének módját. A zene volt az, ami inspirálta, táplálta a hitemet, energiával töltötte fel, ami segített a szolgálatomban és arra késztetett, hogy meghaladjam önmagam. Tehát az életem minden részében, de különösen a hitemben, a zenének döntő jelentősége volt. Steve Stockman, 30 éve lelkipásztor, egy presbiteriánus egyházban. Belfastban él, Észak-Írországban. A Fitzroy plébánián dolgozik. A zene az a művészeti ág, amelyet leginkább szeretek. A prédikációírás művészi tevékenység számomra. Egész héten gondolkozom rajta, igyekszem megtalálni, milyen módon magyarázok egy-egy bibliai részt, melyik teológiai szemszögből vizsgáljam meg, hol kezdjem és hova jussak el végül. Vannak pillanatok, amikor küzdök mindezzel, ilyenkor zenét hallgatok, vagy megnézek egy filmrészletet, vagy olvasok, és hirtelen egy mozzanat megvilágosít. Olyan ez, mint mikor egy rés a gáton a vizet átengedi, és az mindent eláraszt. Steve éveken keresztül vezetett műsort a BBC-n a keresztény könnyű zene témájában. Blogíró és menedzser, a Vocone, a U2 lelki útja című könyv szerzője. Nagy popzene rajongó voltam, szerettem a Beatles-t. Kamaszkoromban ateista voltam, és a Beatles tagok voltak számomra az istenek. De aztán a Beatles azt mondta, all you need is love, és utána szétmentek. Abban az időben a zenén keresztül tettem fel kérdéseket, és próbáltam megküzdeni létfontosságú kérdésekkel. A zene szembesített mindazzal, ami nem működik a világban, de valójában a felvetett kérdésekre nem kaptam választ. És ezek után találkoztam Jézussal, amikor Jézust beengedtem a rockzenével és a kultúrával való kapcsolatomba, valamiképpen ez segített, hogy helyesen tegyem fel a kérdéseket, és jó válaszokat találhassak rájuk. Az Új Szövetségben, az apostolok cselekedetei első fejezeteiben a tanítványok útra kelnek, hogy a jó hírt hirdessék. Jézus a világba küldte őket, és pünköstkor megkapták a Szentlélek erejét. Tehát az apostolok kilépnek a világba és tanítani kezdenek. Elsőként a zsinagógákba térnek be. Fejezetről fejezetre látjuk, hogy ahogy egy újabb városba érnek, mindig a zsinagógákba mennek, beszélnek az Ószövetségről, a Messiásról, Isten bárányáról, olyasmikről, amiket a hallgatóik ismernek. Ezután elmondják nekik, hogy ezek a dolgok mind Jézusban teljesednek be, akit keresztre feszítettek, feltámadt, felment a mennybe, aki az Isten fia. Ilyen módon tanítanak. Tehát bemennek a zsinagógába, használják a zsinagóga nyelvét, kultúráját, és mindebbe belehelyezik Jézust.
Az apostolok cselekedeteiben, a 17. fejezetben Pál ugyanezt teszi Athénban. Ugyanazokat a szimbólumokat, ugyanazokat a kulturális kifejező eszközöket használja. De ők nem értik, mert nem zsidók és nem zsinagógában vannak. Pálnak tehát új módszert kell találnia arra, hogyan hirdesse az örömhírt ebben az új kulturális környezetben. Ezért bejárja a várost, megcsodálja a műremekeket, meghallgatja a filozófusokat, olvassa a költőket, megfigyeli és feldolgozza mindazt, ami körülötte történik, majd visszatér és újból prédikálni kezd. Ezt mondja, elolvastam a költőiteket, megértettem a filozófusaitokat. Mindez nagyon jó, és én azért vagyok itt, hogy elmondjam. Ugyanazt teszi, mint az apostolok tettek a zsinagógákban. Megtalálja a kulturális kapcsolódási pontokat, és ezeket felhasználva azt mondja, ez az a pont, ahol Jézus beleélik abba a kultúrába, amelyben épp most éltek. Pál fellépését látva a következő kérdés fogalmazódhat meg bennünk. Hogyan építsünk hidakat az egyház és napjaink társadalma között? Hogyan beszéljünk a Bibliáról úgy, hogy az érthető legyen azok számára is, akik nem keresztény kultúrában nőttek fel? Úgy vélem, észre kell vennünk, hogy a mai generáció Athénjában vagyunk, ahol meg kell találnunk a módját annak, hogyan tegyük hallhatóvá az üzenetünket. Nemrég voltam egy konferencián, ahol az előadó a következő igét olvasta fel. Senki sem tekint Jézusra, ha nem hallja az örömhírt. Majd megkérdezte, mit jelent ez? Valaki jelentkezett, és azt mondta, ez azt jelenti, hogy hirdetnünk kell az örömhírt. Mire az előadó így válaszolt, nem, ez itt nem ezt jelenti, hanem azt, hogy biztosítanunk kell, hogy meghallják az örömhírt. Hirdetheted az evangéliumot úgy, hogy senki nem figyel, vagy senki nem hallja meg azt, mert nem úgy énekled, nem azon a nyelven beszélsz, nem azokat az utalásokat használva mondod, amelyeket ők is értenek. Senki nem tér Jézushoz, amíg meg nem hallja az örömhírt a saját nyelvén, a saját kulturális csatornáin keresztül. Szóval fel kell ismernünk, hogy ma is Athénban vagyunk, és ideje, hogy felfedezzünk néhány kapcsolódási pontot, hogy megfelelő kulturális keretbe ágyazhassuk a tanításunkat. Pál körbejár és megfigyeli a kultúrát. Az egyház pedig számos éven át nem vett tudomást a mai kultúráról. Például nem volt szabad rockzenét hallgatni. Ha Pálnak nem engedték volna, hogy meghallgassa a költőket, a zenészeket, a filozófusokat, akkor szolgálata egyáltalán nem lett volna hatékony. Számunkra pedig túl sokáig tiltották, hogy megnézzünk, elolvassunk és meghallgassunk bizonyos dolgokat. Észak-Írországban például sokáig nem mehetél moziba, mert az ördögtől való volt. Ahhoz, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a világgal, és közérthető módon tudjunk szólni, Steve szerint fel kell használni a kultúrát, és támaszkodni kell a mozira, irodalomra és a kortárs zenére is. Ezért hoztuk létre a Gospel According to sorozatot, melynek során a kortárs kultúráról beszélek a gyülekezetemnek, és olyan dolgokra is rámutatok a kortárs kultúrából, amelyről nem hallottak, ami elkerülte a figyelmüket. Ugyanakkor segítek nekik abban is, hogy megértsék a saját életükben azokat a dolgokat, amelyeket hallgatnak, vagy amelyekről olvasnak. Ez az a dal, amelyik a leginkább megszólított a YouTube összes dala közül, az 1987-ben megjelent The Joshua Tree című albumukban található a következő dal, I still haven't found what I'm looking for. Még mindig nem találtam meg, amit kerestem. Ami miatt aztán a keresztény világ ezt mondta, Bono elvesztette a hitét, hogyan lehet valaki Krisztus tanítványa úgy, hogy nem találja azt, amire vágyik. De nézzük meg közelebbről, miről is szól ez a dal. Szétszakítottad a köteleket, eloldottad a láncokat, a keresztemet és a szégyenemet te hordoztad. Tudod, hogy hiszek ebben. Az album 4 héten keresztül az első helyen állt az eladott lemezek listáján az Egyesült Államokban. Engedjétek meg nekem, hogy felolvassam, hogy szerintem mi volt az eredete ennek a dalnak. A Filippiekhez írott levél 3. fejezetében található. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé,
Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Az elején ezt mondja Szent Pál, hiszem, hogy mindent megtett értem, de futok a cél felé, mert még mindig nem találtam meg, amit keresek. 1979-ben tértem meg, amikor a karizmatikus megújulás szele végig söpört az egész világon. Tehát megtértem 1979-ben, és valaki beszélt nekem egy együttesről, amit U2-nak hívnak, és keresztények, gondoltam, adok nekik egy esélyt. Szóval hazavittem az October című albumukat, és meghallgattam az első számot, aminek a címe Gloria, és az én csírázó, lelkes és nagyon kezdetleges hitemet magával ragadta ez a 3 perces kvázi dicsőítés. De ez nem olyan dicsőítés volt, ami passzív, csak érzelmesen felszáll Istenhez, hanem olyan dicsőítés, ami arra bátorít, hogy lépj ki magadból és add át az életed Istennek. Csak benned leszek teljessé. Olyan volt, mintha igazán felfedeztem volna Istent, mintha átadtam volna magam neki. Rock előadó művésznek lenni, és hiteles módon megélni a keresztény hitet, olyan kettősség, amit szinte lehetetlennek tűnik megélni, s mégis forrása a U2 együttes útjának még ma is. Paul Houston, művész nevén Bono, David Evans, művész nevén The Edge, Adam Clayton és Larry Mullen Jr. még gimnáziumba járnak, mikor elhatározzák, hogy rock együttest alapítanak. Ugyanebben az időben Paul, David és Larry rendszeresen jártak egy keresztény csoportba, a Salom közeköteleződés, a béke védelmében, a kiengesztelődés mellett Írországban, kampánya harmadik világországainak külföldi adósságainak eltörlésére 2000-ben, az AIDS elleni harc mellett One nevű szervezetével. 1988-ban egy fontos zenei magazinban jelenti ki, számomra egy olyan hit Jézus Krisztusban, amely nem törődik a társadalmi igazságossággal vagy a szegényekkel, nem ér semmit. Larry, a dobos, egy kicsit félénkebb, visszafogottabb, sosem örült neki, ha a zene prédikáció volt. Egy beszélgetés alkalmával mondta, elég eljátszani a számot, és akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ez egyébként pontosan ugyanaz, amit Jézus is tett a példabeszédeivel. Tulajdonképpen tanításai alkalmával Jézus elmondja a történetet, majd továbbáll. És legtöbbször a tanítványok futnak utána kérdezősködve. Ezzel mit akartál mondani? A tömeg sosem hallotta Jézus magyarázatát. Nem azzal a szándékkal meséli a történetet, hogy ez majd alkalmat ad valamilyen prédikációra. Elmondja a történetet, a Szentlélek pedig jelen van, és akinek füle van a hallásra, meghallja. És ez az, amit a U2 tesz. Oda teszik a saját életüket, a saját meggyőződésüket, főleg Bono, és ezt mutatják meg világosan a dalaik szövegén keresztül. És viszik a világ színpadára, és azt mondják, mi készek vagyunk arra, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. Azért vagyunk itt, hogy megsózzuk ezt a társadalmat ezekkel a számokkal, ezzel a koncerttel, hogy felragyogtassunk egy kis fényt a sötétségben. És itt a kulcs. Semmi értelme világítani a fényár közepén, és nem tehetünk szemrehányást a sötétségnek, amiért sötét. Világosság kellős közepére helyezni, hanem ki kell tenni a sötétségbe. Az egyház egy kicsit olyan, mint egy sótároló, és mint a fény, amely a fényárban világít. És a U2? Ők elmentek a sötétségbe, és fényt gyújtottak a sötétben. Akinek füle van a hallásra, meghallja, és aki eléggé keresi, az valóban megtalálja a világosságot. A U2 szövegeinek gazdagsága és mélysége több szerzőt is arra inspirált, hogy mélyebben tanulmányozzák a szövegkörnyezetet és az üzenet jelentését. A Get Up Off Your Knees című könyv olyan prédikációk gyűjteménye, amelyekben a lelkipásztorok egy-egy U2 számot vettek elő szemléltetésnek. A könyv végén találunk egy 6 hetes gyakorlatot, amely a U2 albumain keresztül segít felfedezni a keresztény hitet. Kaptam egy e-mailt egy fiatal amerikai lánytól. Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a könyvem hamarosan megjelenik, talán belebotlott egy reklámba. Küldött nekem egy e-mailt a következőkkel. Köszönöm, hogy megírja ezt a könyvet a U2 hitéről. Rájöttem, hogy mennyire fontos ennek az együttesnek a hit. És én nagy rajongójuk vagyok. Nemrég eldöntöttem, hogy ha jobban meg szeretném érteni a szövegek jelentését a U2 zenéjében, meg kellene ismernem ezt a hitet, amiről énekelnek.
Így hát elmentem egy Biblia olvasókörbe, és ott felfedeztem a hitet. Toby művészeti vezető egy grafikus stúdióban. A londoni Szent Anselm közösséghez tartozik. A Szent Anselm közösség egyéves program, melyet Justin Welby Canterbury érsek kezdeményezésére hoztak létre. Egy év a képzésre, közösségi életre és a szegények segítésére. A program a Sömenöv közösség társszervezésében valósul meg. Toby elmondja nekünk, hogyan közeledett hozzá az Úr. Úgy nőttem fel, hogy heavy metalt hallgattam. Amikor jöttem haza a suliból, általában betértem a könyvtárba, és nézegettem a Pure Volume oldalát, vagy elmentem a lemezboltba, és mindig valami olyan CD-t választottam, aminek az illusztrációja valami érdekes művészeti alkotás volt. Azt hiszem, mindig is vonzottak ezek a szép borítók. Aztán hazamentem, és meghallgattam a dalokat. Mivel egy kicsi városban éltünk, nem sok kulturális tevékenység kínálkozott. Szóval mindig résen voltunk, mit lehet csinálni. Úgy nőttem fel, hogy utáltam az egyházat. Nem érdekelt. Számomra nem létezett a kulturális palettán. Erősen diszlexiás vagyok, és az iskolában a kezünkbe adtak egy Bibliát, amely Shakespeare nyelvén íródott. Ebből én nem értek semmit, nem is érdekel, mondtam, és egyáltalán nem fogtam fel az üzenetet. Ahogy Toby a YouTube-on keresgélte ezeknek az együtteseknek a számait, belebotlott egy Aaron Gillespie klipbe. Nothing but the blood of Jesus. Semmi más, csak Jézus vére. Először hallottam ezt a számot, és emlékszem, hogy valami furcsát éreztem. Mintha lett volna valami ebben a dalban, ami egyszerűen hihetetlen. Emlékszem, mellette láttam, hogy School of Worship, egy rockbanda Nashville-ből. Szóval újra meghallgattam ezt a dalt, de egy másik feldolgozásban. Ezen a lemezen volt egy With Everything, Teljes lényemmel című Hillsong szám. Meghallgattam, és azonnal beleszerettem. Olyannyira, hogy ezt hallgatva sétáltam London utcáin. Talán nem is tudtam, mit énekelek, de szerettem ezt a dalt, és nagyon jó volt. Ez egy újabb videóhoz vezetett el. Ez volt az I Surrender, megadom magam. És hát igen, ez volt az első lépés afelé, hogy engedjek. Énekeled a dalt, és aztán azt kérdezed magadtól, mit kell feladnom, miben kell engednem. De azt mondtam magamban, nem, még mindig nem vagyok keresztény, továbbra sincs kapcsolatom Jézussal, de fogyasztom ezt a nagyszerű zenét. Emlékszem, újra meghallgattam a With Everything-et, aztán ismét az I Surrender-t, azt mondogatva, van valami ebben a zenében, amit egyszerűen imádok. És rákerestem, a Google pedig kidobta a londoni Hillsong templomot, én pedig meglepődtem. Hogy micsoda? Ez egy templom? Nem egy együttes? Hogy van ez? Aztán egyszer csak ott találtam magam az Emmanuel központban, a Westminsterben, és egy Ruben Morgan nevű fickó ment fel a színpadra, és megmagyarázta az I Surrender című számot. Elkezdte kifejteni, mi az, aminek engedelmeskedni kell. Én pedig éreztem, igen, ez az, szóval ezt akarja jelenteni. A szám, amit egész idáig énekeltem. Ez egy kis lépés volt. Éreztem, hogy a szívem igent mond. Ez az, amire szükséged van ahhoz, hogy megismerd Istent. Fel kell készítenünk lelkileg a következő generációt arra, hogy még messzebbre menjenek és kapcsolódjanak be a kultúrába, jobban, mint mi. Ez némi kockázatvállalást igényel, és azt, hogy újra fogalmazzuk a szabadságot. A művészek a következő problémába ütköznek az egyházzal, ha az önéletrajzukat írják meg egy dalban, vagy arról énekelnek, amit megélnek. Ez nem eléggé szól Jézusról, ezt nem énekelheted itt. Ha ebben a szemléletben maradunk, sohasem fogjuk tudni ránevelni a következő generációt arra, hogy tartósan bekapcsolódjanak a kultúrába.
Steve Turner több csodálatos könyvet is írt a hitről és a művészetről. Egy előadásában a U2-ról beszélt, és azt mondta, hogy az együtteseknek kapcsolatban kell lenniük egymással, és nem is csak nekik, hanem mindenkinek be kell kapcsolódnia ebbe a kultúrába. Be kell kapcsolódnunk, tehát benne kell lennünk ebben a kultúrában, ez az első pont. Nem ülhetünk egy szép régi épületben, és kiabálhatunk onnan itt a távolba. Az ige testé lett, és eljött a kultúránkba. Másodszorban tájékozódnunk kell, ahogy Pál is tette Athénban. Tudnunk kell, milyen ez a kultúra, milyen kérdések foglalkoztatják. És végül a harmadik pont, és ez nagyon fontos, kapcsolatban kell maradnunk. Máshogy fogalmazva, sokan bekapcsolódnak, de aztán nem maradnak kapcsolatban az egyházzal, és aztán egy belső harcot élnek meg, mert el kellett hagyniuk az egyházat, amelyben elköteleződtek, de annyira el vannak vágva a közösségtől, a testvériségtől és a lelki tápláléktől, hogy nehéz nekik a túlélés. Most az a problémánk, hogy a jó előadók elhagytak minket, mert nem tudtuk táplálni őket, nem tájékoztattuk őket, nem engedtük, hogy beteljesítsék hivatásukat. Ezért elhagyták az egyházat, és harcolnak magukban. Ez egy olyan dolog, ami sok időt, türelmet, figyelmet, kreativitást és bizalmat igényel. Reménységünk pedig, ez az én egyházam, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Szóval ne ijedjünk meg, vessük bele magunkat. Kérhetjük a művészek és mindannyiunk számára azt a kegyelmet, hogy megtanuljuk a nyelvet, amely lehetővé teszi az evangélium hirdetését az egész világban. Szent Pál efezusiakhoz írt leveléből, 3. fejezet, 8. és 9. vers. Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, és felvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve az Istenben, a mindenség teremtőjében.